Szia Mindigo Sport Nation! Megérkeztünk Kecskemétre, hogy leforgassuk a 7. Humbeskit logót nektek. Tartsatok velünk ezúttal is! Hölgyeim és uraim, itt vagyunk, megérkeztünk Kecskemétre a Messzi István sportcsarnokba, és mellettem Wittmann Krisztián teljes életnagyságban. Szia, üdvözöllek a kameráink előtt! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! Az első kérdésem az lenne, hogy most már tovább zajlik az alapozás. Ti is a következő szezonra készültök, úgyhogy valószínűleg a te gondolataid is rendszerezetten már valamilyen szinten a következő szezonról szólnak. Mit vártok ettől a következő szezontól? Hogyan készültök erre? Van-e valami konkrét dolog? Hát ilyen konkrét dolog nincsen, ugye ez az alapozási időszak, ahogy te is mondtad, ez általában inkább az eleje az az erőlét megszerzéséről, meg a futásokról szól inkább. Nyilván vannak már taktikai elemek is, amit gyakorlunk, amit majd szeretnénk a szezonban használni. Itt Kecskeméten van egy rendszer, ahogy már játszunk hosszú évek óta. Most idén azt hiszem 4 új ember van, úgyhogy ők próbálják megtanulni ezeket a fogásokat mind védekezésben, mind támadásban, úgyhogy még nagyon az elején vagyunk ennek a felkészülési időszaknak, de szerintem jól haladunk. Mit gondolsz, hogy mi lehet idén a cél, illetve van-e effektív ilyen konkrétan kitűzött cél a Kecskemét számára ebbe az elkövetkező szezonba? Nekünk minden évben hasonló célkitűzéseink vannak, szeretnénk bekerülni az első 8-ba, bejutni a rájátszásba és ott minél előrébb szerepelni. Tavaly meg tavaly előtt ez sikerült is, én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó szezon volt mind a kettő. Idén én úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, sok olyan csapat van tavaly, akinek nem úgy sikerült a szezon, ahogy szerette volna, ők nyilván szeretnének előrébb lépni, mi meg szeretnénk ott maradni, úgyhogy a tavalyhoz hasonlóan szerintem ez is egy nagyon izgalmas szezon lesz. Azt hiszem, a te esetedben az a megfogalmazás, hogy Kecskemétet abszolút otthonodnak tekinted, az helytálló, remélem te is így gondolod ezt. Mit jelent számodra Kecskemét? Maga a város, mit jelent Kecskemét számára a kosárlabda? Hogy működik ez itt helyben? Itt, ahogy mondtad, nagyon szeretek itt Kecskeméten nem csak kosarazni, hanem élni is. Ugye én itt játszottam 5 évet először, utána 3 évet Szolnokon, most kezdem a harmadikat megint itt Kecskeméten, úgyhogy ez már a 8. szezonom itt Kecskeméten. Én amikor ide jöttem, nagyon mindenki szeretettel befogadott a város, úgy mondhatjuk, nagyon szeretik a szurkolók a csapatot. Itt nincs olyan kimondott béközép, vagy olyan hangulat mondjuk, mint egy Körmenden, vagy egy Szolnokon, de az itteni emberek tényleg nagyon szeretik a kosárlabdát, idegenbe is mindig elkísérik a csapatot, és kitartanak mellettünk akkor is, amikor esetleg rosszul megy a csapatnak. Úgyhogy bárki szerintem, aki itt játszott Kecskeméten, hogyha megkérdezed, mindenki szeretett itt játszani, és nagyon élvezte az itt töltött éveket, ezt tényleg szerintem nyugodtan, bár mind idegen légiós, mind magyar játékos. Itt van egy ilyen kis családi légkör, úgyhogy ez szerintem mindenkinek szimpatikus. Hol látod magadat 6 év múlva? Ugye 6 év múlva már 40 éves leszel. Hol látod magadat ebben a korszakban? Még a pályán esetleg, a pálya mellett, vagy esetleg teljesen máshol valahol az életben? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt így előre megmondani a mai világban, hogy hol leszünk 6 év múlva, ez azért elég bonyolult. Én úgy gondolom, hogy a pályán már nem valószínű, 40 évesen én nem tervezem, persze lehet, hogy úgy adódik, hogy még ott leszek, én nem tervezem, hogy a pályán leszek 40 évesen. A pálya mellett az valószínűbb, most is itt van egy kosárlabda akadémia Kecskeméten, ott a Váradi Kornéllal most ketten az U18-as csapatot irányítjuk, úgyhogy az jobban elképzelhető 6 év múlva, hogy a pálya mellett találkozhattok velem. Igazából az se elképzelhető, hogy teljesen a kosárlabdától elfordulok, de most még jelen pillanatban nyilván ez lenne az ideális, hogyha miután befejezem az aktív játékot, akkor maradnék a pálya szélén. Mind a kettő szülőd versenyszerű sportoló volt, nem is akármilyen. Hogyan alakult az, hogy te a kosárlabda mellett döntöttél, hogy a két sport, két tűz között voltál, mondhatjuk úgy, illetve te mennyire fogod a gyermekeid számára ajánlani azt, hogy ők is élsportolók legyenek? Így van, anyukám kosárlabdázott, apukám pedig futballista volt. Igazából nem presszionáltak egyik sportág felese, hogy melyiket válasszam, abszolút rám bízták a döntést. Kipróbáltam mind a kettőt, én is, mint majdnem minden fiú, nyilván először a focival,
próbálkoztam. Ott az első pár edzésen nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én gondoltam, igazából csak futottunk körbe a pályán, nem is találkoztunk a foci labdával, úgyhogy annyira az nem tetszett. Nyilván ott is ez egy alapozási időszak volt az elején, és annyira az úgy nem tetszett. Aztán elmentem egy kosárlabda edzésre, és ott úgy kezdték, hogy mindenkinek volt labdája, odaadták a kezembe, hogy ez a labda a tiéd, ezzel ma csak te játszol, úgyhogy ez nagyon nyilván megtetszett, és hát úgy ott ragadtam. A gyerekeimnek pedig én se, a szüleimhez hasonlóan én se fogom úgymond presszionálni, hogy mindenképpen élsportolók legyenek. Azt nagyon szeretném, hogyha sportolnának, mert az egy nagyon fontos és jó dolog, és azt mindenkinek tanácsolom, meg ajánlom, hogy azért valamit sportoljon, ha nem is profi szinten, de csak a napi mozgás meglegyen, az szerintem nagyon fontos. Az, hogy majd, hogy mi lesz belőlük, vagy mi tetszik nekik, az ugye rajtuk múlik, és hát ezt elsősorban azért nekik kell akarni, hogyha valaki élsportoló szeretne lenni, az szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy azt mindig annak a személynek kell akarni a legjobban, aki csinálja, tehát nem az edzőjének, vagy nem a szülőnek kell jobban akarni, hogy valakiből élsportoló legyen, hanem az, aki azt műveli, úgyhogy ezt majd nekik is el fogom mondani, és nyilván, hogyha szeretnék, akkor biztos, hogy támogatni fogom mindenben őket, bármit választanak. Kosárlabdán kívül, ugye az már kiderült számomra, mint laikus számára, hogy a kosárlabdázók élete a szezonban, és igazából a szezonon kívül is általában 90%-ban az utazással, edzéssel és kosárlabda körül forog. Ezen kívül te nyilván családapaként tevékenykedsz a legtöbbet, amikor nem ezzel kell foglalkoznod, és van erre időd, de ha meg tudnál nevezni bármilyen olyan hobbit, ami a családapaságon és a kosárlabdázáson kívül itt szóba jöhetne, akkor én speciál személy szerint nagyon boldog lennék. Van-e bármi ilyen hobbit ezeken kívül? Van hobbim, úgyhogy szerencsés vagy. Nagyon szeretek horgászni. Most ugye egyre kevesebb időm van, amióta megvan a két gyerek. Inkább velük töltöm most nyilván a szabad időmet, úgyhogy ők töltik ki a hobbimat is, de amikor van idő, és a nagyszülők nagyon sokat segítenek abban, hogy el tudjuk vinni őket hozzájuk, és ott tudnak maradni több napot is. Úgyhogy amikor van időm, akkor horgászni szoktam kimenni, tehát ez a hobbim. Hogyan állsz a zenével? Mennyire vagy nagy zenefogyasztó? Mennyire játszik szerepet az életedben a zene? Vannak a kedvenc zenekaraid, van a kedvenc stílusod? És ha igen, vagy ha nem, akkor mennyire használod a zenét kosárlabdázáshoz kapcsolódóan, akár hergélésre, akár bemelegítéshez, akár utazáshoz, zenéről, zenei szokásaidról mesélj nekünk egy pár szót. Kimondott kedvenc zeném nincs, tehát én igazából ilyen mindenevő vagyok, mindent meghallgatok. Nyilván az öltözőben vagy meccselőt ott szoktunk hallgatni zenét, ugye elég sok ember megfordul az öltözőbe, tehát vannak szerbek is, amerikaiak is, úgyhogy többféle kultúra zenét szoktuk hallgatni az öltözőben, meg a pályán is bemelegítés közben, úgyhogy igazából a zenéhez talán ennyivel kapcsolódok, szabadidőmben vagy utazás közben nem nagyon szoktam zenét hallgatni, úgyhogy az én ilyen zenefogyasztásom az az öltözőben meg a csarnokba redukálódik, úgyhogy de nagyon szeretek hallgatni. Nyilván a kocsiban, amikor megyek, akkor mindig hallgatom, nagyon szeretem a magyar retro zenéket, úgyhogy ha kimondott kedvencet kell mondani, akkor talán azt mondanám. Egyik kedvenc kérdésem, de nyilván ez teljes szubjektív okok miatt. Mennyire van rád hatással az úgynevezett sneaker hype? Mennyire figyelsz arra, hogy milyen cipőt választasz akár játékhoz, akár az utcai vagy privát életben? Mennyire fogott meg ezt téged? Mennyire ragadott magával? Mennyire figyelsz erre? Cipők beli szokásokról mesélnek majd egy kicsit. Amikor még kezdődött a pályafutásom, akkor nagyon fontos volt, hogy minél jobb cipőben, minél jobban nézzen ki, minél többen megdicsérik, akkor inkább jellemző volt rám ez a dolog. Most már inkább az az elsődleges szempont, hogy kényelmes legyen mind a pályán kívül. Úgyhogy most ez az elsődleges szempont, tehát így ez a sneaker láz, ez annyira engem nem kapott el. De nekem tényleg az a legfontosabb, hogy minél kényelmesebb legyen, és minél tovább kitartson, úgyhogy ez a legfontosabb. Van-e kedvenc NBA játékosod? És igazából nem is az a lényeg, hogy van-e kedvenc NBA játékosod, mert én már speciál tudom, hogy neked ki a kedvenc NBA játékosod, legalábbis már egyszer válaszoltál nekem erre a kérdésre. De ki az, akivel legkevésbé, vagy legszívesebben játszanál egy csapatban az amerikai profiligából? Ugye nekem Michael Jordan volt az a fő kedvenc.
most ha valakit kell mondani, akkor mindenképpen LeBron James-et mondanám. Ő vele nagyon szívesen játszanék, ellene már nyilván nem annyira. Ugye hát nem vagyunk egy súlycsoportban, finoman szólva. Úgyhogy kedvenc NBA csapatom az nincsen, tehát nincs, akinek kimondottan szurkolok. Akivel legkevésbé szívesen játszanék együtt, nem akarok sok ellenséget szerezni, de mondjuk Russell Westbrookkal nem szívesen játszanék együtt. Egy nagyon jó kosárlabdázó, nincs, tehát nem azért, mert rossz, hanem nekem az ő stílusa annyira nem szimpatikus, úgyhogy nyilván sokkal kedvence, úgyhogy ők most annyira nem szeretnek engem, de hát ilyen a világ. Hölgyeim és uraim, ezennel elérkeztünk a műsor azon pontjához, amikor kiszakadunk innen a beállított interjús környezetből, és a közös játék következik. Műsoron kívül már megegyeztünk egymással, hogy egy horse fogunk játszani, úgyhogy ismét mindenféle őrült move-okra lehet számítani. Aki nem tudná a szabályait ennek a játéknak, javaslom, hogy nézzen vissza egy részt, mert eddig minden részben elmondtam, úgyhogy ezt most kihagynám, következzen a közös játék, sok sikert hozzá, és sok sikert magamnak. Sok sikert. Hölgyeim és uraim, már labdákkal, de még mikrofonnal. Kezdődik a horse játék. Hála Istennek én kezdhetek, úgyhogy vágjunk bele. Hatalmas kínlódások árán az első kérdés végre megérkezik, ami az, hogy meséld el nekünk, Réci, a legcikibb pillanatodat karrieredhez kapcsolódóan. Mi volt az, amire így a legcikibbre, legkellemetlenebb névre vagy címszóra beugrik neked, hogy hú, basszus, ez tényleg maradandó, kellemetlen pillanat. Ami most így eszembe jut hirtelen, amikor a Szolnokkal elvesztettük a kupadöntőt, Győrbe, azt hiszem, egy ilyen, a Lorán Peti dobott a sarokból egy tempót, és akkor úgy kaptunk ki. Azt hiszem, talán ez ilyen rossz emlék. Nem ciki, de az rossz emlék. Ilyeneket mondtak egyébként a játékosok, hogy volt, aki például az első válogatott edzésen behányt, mert fölfordult a gyomra, mondjuk az elég kellemetlen volt. Meg volt olyan, aki fölhívta az anyukáját meccs után, és mondta, hogy anyu, milyen voltam, és hát hallottam, amit is megemlítették az első csorba, szóval, hogy ilyen viccesebb sztorikat. Vicces sztori. Olyan van, még vagy kadett, vagy serdülőben, már erre nem emlékszem,
Budapesten a szüleim rendszeresen elkísértek, ugye megnézték a mérkőzést, és Budapesten játszottunk, már nem tudom, hogy melyik csapat ellen pontosan. Az első negyedben, ha jól emlékszem, anyukámat kísérték ki, a másik pedig apukámat, a játékvezetők bírálása miatt, hogyha lehet így mondani. Akkor jöke? Vicces sztori. Nem. Igen. De az nem volt kellemetlen, akkor most ezt átnevezzük, nem kellemetlen, inkább vicces sztori, de akkor ők elég nagy hévvel szurkolnak, nem? Igen. Most is majdnem mindegyik mérkőzésre vagy, amelyikre tudnak eljönnek, úgyhogy mindig szurkolnak nekem. Vagy csak a bírók voltak nagyon rosszak azon a mérkőzésen, az is lehet, és ők csak jogosan, igazságosan jártak el. Nem biztos, hogy rosszak voltak a bírók, csak lehet, hogy a szülei nem tudták annyira pontosan a szabályokat, mint a játékvezetők, és ebből volt a félreértés. Sajnos, és nem sajnos, hanem én örülök neki egyébként, de nagyon megszorongatsz engem, tehát nem tudok dobást értékesíteni, és úgyhogy most kettesével fogunk kérdezni, hogyha beleegyezel, jó? Ilyen rendhagyó szabályok lesznek. Folytasd azt a mondatot, miszerint senki nem gondolná rólam, hogy... Senki nem gondolná rólam, hogy kosárlabdázó vagyok, mert olyan kicsi vagyok. Tényleg? Ha nem, mindenki meglepődik, aki így nem ismer személyesen, csak tudja, hogy kosarazom, és akkor ugye betoppanok, és akkor hú, hát, hogy te vagy az, hogy hát csak ilyen, hát majdnem akkora vagyok, mint te, vagy nagyon alsó vagyok, mint te, hát mondom, van ilyen kis kosárlabdázó. Előfordul az, hogy mármint ebből a válaszodból eszembe jutott egy másik kérdés. Biztos történt már olyan, hogy beszélgetsz valakivel, aki új ismerős az életedbe, vagy nem annyira ismert téged, és mondjuk arról beszéltek, hogy kinek mi a munkája. És neked mondjuk az a munkád, hogy meg a szakmád, hogy profi kosárlabdázó vagy. És egy olyan embernek, aki mondjuk, mit tudom én, építőipari, vagy bármilyen más területen dolgozik, mit mondanál, hogy mi ennek a szakmában, mi ebben a szakmában a legnehezebb? A legnehezebb mindenképpen az, hogy ugye itt, ha úgymond, aki reggel 8-ra bemegy és délután 4-kor hazamegy, ahhoz képest ugye mi nem dolgozunk annyit órában, tehát nekünk max délelőtt van 1-2 óra, meg délután 1-2 óra. Igazából a legnehezebb ebbe talán az, hogy ugye a sok utazás miatt nem is a mérkőzések, meg nem is az edzések, meg hogy monoton az egész, hanem a sok utazás miatt, hogy amikor ki kell szállni a buszból, akkor ugye egyből a maximumot kell nyújtani, hogyha esetleg nem úgy sikerül, akkor az általában azért a csapat látja kárát, nem ugye személyesen én, hogyha nem úgy megy nekem, tehát nem csak egy emberem múlik ez a dolog. Illetve hát ez elég sok lemondással jár ugye a szabadidőből, tehát amikor még ugye, hogyha valaki fiatal és elkezd, ugye a haverok mennek nyáron Balatonra, vagy délután elmennek ide-oda, te meg ugye edzésen vagy, azért elég sok lemondással jár, és hát választani kell, hogy mi mellett dönt az ember. Meg hát azért volt nem egyszer olyan, hogy mondjuk ilyen ünnepnapok, azok általában ugye nincsenek, mi edzünk ugyanúgy 31-én, meg 1-én is januárban, ugye december 31-én, meg január 1-én is. Amikor Szolnokon játszottam, akkor volt olyan, hogy december 23-án még, ha jól emlékszem, Belgrádban játszottunk, és 24-én karácsonykor hajnal, nem tudom, 6-kor értünk haza. Úgyhogy ezek a nehéz dolgok, de én még így is azt mondom inkább, hogy nekünk van azért a könnyebb dolgunk. Tehát ezt én elismerem, hogy azért aki sportol, azért ez az én véleményem, annak azért könnyebb az élete, vagy jobban össze lehet egyeztetni. Mondjuk sokkal több időt tudok tölteni például a családom, ugye két edzés között én haza tudok menni, mint például aki egész nap dolgozik, úgyhogy így gondolom. Ez nagyon jó válasz volt, meg nagyon kifejtő, de ha összegezni akarnánk, akkor olyanokat mondtál, mint felelősség, mert ugye felelősséggel tartottál a csapattársaid iránt is a teljesítményeden keresztül, illetve hogy pillanatokon belül a maximális teljesítményt ki kell hoznod magadból, illetve nyilván rengeteg áldozat meg feláldozása az idődnek. És ez nekem abszolút szimpatikus válasz, de ezt még senkitől nem is kérdeztem, és olyan jó átfogó választ adtál rá, ami szerintem nagyon jó, viszont most meg kell kínáljalak egy kellemetlen kérdéssel. Ugyanis volt ebben a szezonban, talán akár nevezhetjük a szezon kosarának is azt a kosarat, amit teljesen háttal a gyűrűnek sikerült értékesíteni utolsó pillanatban. Meg tudod ismételni ezt a dobást most itt nekünk kamara előtt? Hát megpróbálom, majd meglátjuk, hogy sikerül. Szokott sikerülni, én még gyakorlom mindig. Nézzük!
szeretném bemutatni a Humbeskid Vlog bajnokát. Ilyen még sosem történt a szezonban. Engem megsemmisítettek, kivégeztek, nem hagytak érvényesülni, a legdurvább kipróbált cirkuszi mutatványokkal kápráztattak el minket. Ezért csak egy utolsó kellemetlen kérdést kapsz. Ez a jutalmad, mint bajnok. Szeretem a kellemetlen kérdéseket, azért koncentráltam. Igen, igen, hát azt látom. Viszont mondd el nekünk kérlek, hogy kitől tartasz a ligában a legjobban? Ki az a játékos? Most itt ezt sajnos be kell vállalni. Ki az a játékos, aki ha így áll a körtébe, akkor nem szívesen törsz be? Vagy ki az, akitől, ha azt mondják, hogy na holnap játszunk, és akkor megint ellene. Tehát, hogy tudom, hogy muszáj teljesíteni, de biztos van ilyen ember. Ha tavaly kérdeztél volna, meg sokkal könnyebb dolgom lett volna, mert akkor egyből Vojvoda Dávidot mondtam volna. Idén pedig Per Zoltánt mondom. Indokold meg, kérlek. Hát szerintem nagyon jó játékos, ugye a válogatottnak is alapembere, úgyhogy én az ő stílusától tartok egy picit. Neki egy kicsit másmilyen a habitusa, meg az egész mozgása, mint az enyém, és őt tőle tartok egy kicsit. Milyen a pályán, mi a különbség, mi a habitusbeli különbség? Hát ő egy kicsit ilyen nyugodtabb, ilyen lazább, ilyen átgondoltabb a korához képest, sokkal idősebbnek tűnik, ahogy mozog, meg ahogy viselkedik, meg minden is, és ezért egy ilyen kellemetlen nekem, majd mondhatjuk így. Biztos örül, hogy ő lett megemlítve ebben a részben. Ezen a ponton nagyon szépen köszönöm az időt, amit ránk szántál, és nagyon szépen köszönöm a nézőink kedves figyelmét. Hamarosan egy újabb hasonló Humbeskid Vlog részre érkezünk, abban is tartsatok majd velünk, és most elköszönünk, sziasztok! Sziasztok!